Jó reggelt, sziasztok! Pálinkás, jó reggelt kívánok mindenkinek! És megint hol vagyunk? A tanyán. Hát hol máshol lennénk? Most ez az új sláger. Megkezdjük a kerítés építést. Ész nélkül megy orosz szája, csak pakolunk elő mindent, ami szükséges lesz itt a munkafolyamatokhoz. Ati hősies munkaárán kiásta a gödröket. Még kettő hiányzik, de azt majd menet közben majd pótoljuk. És most az a terv, hogy a két szélső oszlopot azt lebetonozzuk. Azzal kezdjük, az adja majd a síkot a mindenre. A magasságot meg a síkot, igen. És utána kihúzunk zsineget, és akkor ahhoz lesz a többi közoszlop majd hozzám érve. Annyival könnyebb dolgunk van, hogy itt nem kell annyira centire pontosan betartani mindent, mint a másik kertünkben, mert ugye ott zárt szelvény ment az oszlopok közé, ott milliméter pontosan kellett beállítani mindent. Itt annyira nem merít drótkerítés lesz, mert hát nem győznénk lemezzel, meg itt körbe, mire megcsinálnánk. Az nem játszik, úgyhogy drót lesz. Nagyon ciprákos módszerekkel fogjuk megcsinálni, mert tehát abból kell gazdálkodni, ami van. Úgyhogy lesznek itt az érdekességek, ilyen szokásos herbertfajta kókány megoldásokkal, de jó lesz. Nem mondjuk, hogy így kell csinálni, nem. De mi így csináljuk meg. Így fogjuk csinálni, aztán jó van. De jó lesz egyébként, úgyhogy no problem. Na hát akkor mert is a munka. Ja, haladjunk. Mert nem veszünk ki sok büdös életbe. Ja, persze. Reggeli edzés. Jó lesz ez.
Na, végeztünk a oszlopok lerakásával, illetve szinte, még nem. Szinte délőtt megcsináltuk a lerakást. Kettő híja lett ott hátul, mert az még nem lett kiásva. Nagyon ügyesek voltunk, nagyon jó sikerült. Bele lehet nézni nyugodtan sorba, annyira egyenes, hogy ilyet még a világ nem látott. Hát nagyon jó lett. Volt egy kis komplikáció. Mert ugye a kapu oszlopoknak 80 centi mély lett a gödör, illetve a sarki oszlopnak is 80 centi is lett a gödör. Viszont a többi közoszlopnak meg csak 60, de nem csináltunk külön sarki oszlopot, ami 20 centivel hosszabb lett volna. Az úgy kimaradt, nem tudom, valahogy az elsikkadt. Betettük az oszlopot, az egész sor 20 centivel lejjebb volt. Lejjebb. Na mondom, mi az Isten van? Aztán rájöttünk, hogy mi a hiba, úgyhogy hát mindegy. Hát annyi, hogy felpusztuk az oszlopot 20 centivel. Meg kap támasztékot. Kap két támasztékot, oldalról, és akkor van, ennyi. Igazából ennyi. Illetve még egy gond, vagy köztünk itt a... Itt volt még egy délutáni órákba. Mert ugye a két kapuoszlopnak a távolsága az nagyon pontosan kéne berakni, mert ugye össze lesz kötve felül úgy, mint a másik kertbe. És hát el lett ez is mérve valahogy, valamilyen oknál fogva. Szerintem már nagyon mortos voltam, amikor itt elkaptam itt a földkábelt, aztán itt valahogy elmértem. Hát egy lukkal arrébb. Egy lukkal arrébb kell fúrni. De pont jó, már imádom, mikor ilyen van. Hogy és legalább ez egy ilyen jó töltött, kis 20 centiben ilyen betonos darabos föld, úgyhogy ide fog esni a luk. A közepén ide fog esni nagyjából, szóval egy lukkal arrébb kell ásni. Hát hiába, király nem lesz. Volt szándékos, ez itt valahogy el lett. De ami kész van, az legalább jó. Nézzük meg a síkot, így nem tudom milyen kamerával lát, de megmutatjuk. Nagyon jó. Jó magasságban talán van 1-2 centi itt ott, mert ugye az oszlopnak a teteje az mindnek más szinte. Picikét. Egyik az 5 centi lejtés van benne, másikben csak 4, meg 3. Hát igen, mert ezek nem gyári oszlopok. Ezt az öreg csinálta. Tatternak lett kiadva, ezt a mételepen guberáltuk össze ezeket a 80 centis zárt szervény darabokat, onnan lett megvásárolva, aztán Tat ezeket összehegezgette, és akkor ebből lesz, vagy lett itt a kerítés oszlop. Jó lesz ez, csak nem halálpontos, de hát ide minek is. Tehát itt a frontoldalra van egy komplett bontatlan tekercsünk, amit bizniszeltünk, de a hosszanti oldalra meg ez a drót fog menni, ez meg rövidebb, vagyis hát alacsonyabb. Igen. Itt ez a kerítés föl lesz teljesen számom, és át lesz téve a másik oldalra. Közben még igazából azt is megálmodtuk, hogy mi lesz a kerítés előtt csinálva. Így van. Úgyhogy lesz egy vadháló rajta, illetve amit a földkábel miatt ugye be kell tolni azt a 20 centit, ezért vissza fogjuk orozni azt a területet valami sövénnyel vagy bokorral. Igen, ez onnan jött, hogy ugye le kellett mondjunk itt egy másfél méterről, de viszont benne a tanya előtt van egy nagy csomó kupac termőföld, itt ilyen lankás, ide szépen ezt kihordjuk, szépen szintbe hozzuk, és akkor ebbe lesz ültetve szépen sövény. És akkor szélfogó is, jó madaraknak, jó a méheknek, nekünk is jó, mert akar, meg jól is fog kinézni. Úgyhogy legalább ez. Ennyi lesz. Ennyi. Van még egy kis lukásás, van meg egy szélesítés. A támasztékoknak meg kell ásni még a gödröt, illetve két oszlop a sorba, meg egy nagy kapu oszlopot kell még lerakni. Aztán igazából akkor már ennyi. De mondjuk elég is lesz ez még azt így megcsinálni azért. Hát ugye épp elég, ja. Ebbe a beton kemény földbe. Jó, akkor fejezzük be, aztán majd csúvagyunk. Akkor fejezz be. Sziasztok!